Szia, üdvözöllek a csatornámon! Ha először találkozol velem, én Tündi vagyok, személyiségfejlesztéssel, önfejlesztéssel foglalkozom. Azon belül is azoknak az embereknek vagyok a hozzájárulás az életükben, akik gyermekkori traumákon, molesztálásokon, párkapcsolati traumákon mentek vagy mennek jelen pillanatban is keresztül, és ezáltal az önértékelésük, az önbecsülésük alacsony rezgésen van. Ők most a megértés, a felismerés, a megbékélés, elengedés útját járják és gyakorolják, a szeretet, a boldogság, a megértés áramoltatását gyakorolják, mert az is meg lehet, hogy ők nem kaptak gyermekkorukban szeretetet, ölelést, ezért vagyok én alkalmas támaszuk a nehéz idők feldolgozásában, hogy hogyan tanulják meg szeretni önmagukat, és megérteni, hogy mi miért történt velük az életükben. Ezeket spirituális szemszögből próbáljuk feltárni, hogy mi miért történt, és hogyan lehet őket elengedni, tovább jutni. Ma egy érdekes témát hoztam, teli hold és a mindennapi energiák hasznosításáról, hogy miért vagyunk ezekre olyan érzékenyek. A hold mindig is az egyik legerőteljesebb szimbóluma volt a nőiességnek, az istennőknek és a boszorkányoknak is, nem véletlen. Ösztönösen és gyakorlatiasan összevetették a bennük meglévő képességeket azokkal a szimbólumokkal, amelyek tudták, hogy segítenek megérteni önmagukban a még meg nem értett részt, és kiteljesíteni önmagukat ezáltal, a nőiességüket, ugye? És a hold fázisában megjelenik a fiatal lány, ugye, ami az új hold, aztán az anyává válás, a megszületés, a beteljesedés, az a teli hold, valamint a bölcs tanítói szerep, az pedig a fogyó hold. Az a hold, hogy a hold igazából, ahogyan kísérjük figyelemmel az égbolton, emlékeztet a változás, a körforgás hatalmára. Minden csak addig él ezen a földön, amíg változik, ugye? Tehát te se vagy ugyanaz az ember, mint tegnap voltál, vagy múlt héten voltál, tehát fejlődik minden általad, benned, körülötted. És a nőiség tükrében kell megismernünk magunkat, hogyha tudjuk, hogy olyan energiákat hoz a hold, hogy befelé fordulók vagyunk, meg békétlenek, hogy inkább csak heverésznénk, tartalékolnánk a tartalékainkat, akkor azt csináljuk, hogyha ezek a munkák a teli holdban olyan energiákat hoznak el számunkra, ahol kizökkent érzelmileg, ugye sokkal fogékonyabbak vagyunk ilyenkor az érzelmi ingadozásokra, és ugye itt vannak a rossz közérzet, az ingerültség, és aztán még azt is elmondhatjuk, hogy a sebek is nehezebben gyógyulnak ilyenkor, és régebben ezt javasolták is, hogy teli hold időszakában ne menjenek az emberek kés alá, fogorvoshoz, meg ilyenek. Na most ugye januárban megérkezett hozzánk is az első teli hold, és főként mit hoz? Érzelmeinkre gyakorol hatást, ez az energia, aztán majd ugye persze a fizikai testre is. Természetesen mindenkire máshogyan hatnak ezek az energiák, attól függően, hogy ki milyen szellemi, érzelmi, tudatossággal, éberséggel, tisztasággal, szeretettel, spirituális intelligenciával, vagy belső erővel rendelkezik ebben a jelen pillanatban. De hogyha tudatosan, szeretetben éled a mindennapjaidat, elengedésben, megengedésben vagy a saját dolgaiddal, a saját magaddal és a világgal, áramolsz a feléd érkező megtapasztalásokkal, tudod, hogy amit gondolsz, mit beszélsz, mit cselekszel, az fogja majd meghatározni az emberi kapcsolataidat, a saját érzéseidet, felismered a jeleket, a benne levő üzeneteket, érted, hogy mi miért van, ha látod, hogy körülötted mi folyik, mi van itt a világban, látod az igazságot,
nincs dolgod akkor az aggodalommal, akkor csak ezeket az energiahullámokat meg kell lovagolni, és egyszerűen élvezni kell az életet. És hadd repítsen téged oda, ahova szeretnél menni, és hadd történjen meg minden, amit elterveztél, pontosan abban a formában, ahogy azt te megmanifesztáltad, és csak élvezd. Élvezd azt az életet, amit igazából kidolgoztál önmagadnak. Amennyiben most nem jól haladnak a dolgaid, nem sikerült megoldani a dolgaidat, el vagy akadva, vagy igazából nem vagy megelégedve az életutaddal, önmagaddal sem állsz jó barátságban, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ezek az erős energiák kirobbantanak belőled valami olyat, aminek már ki kell, hogy jöjjön, amit már eddig magadban tartottál, húztad, halasztottad, vagy ellenállásban voltál. Valószínűleg tartom, hogy fel fog hozni benned régi érzelmeket, és ezek lehetnek régen elnyomott félelmek, haragok, fájdalmak, megbocsájtatlanság, lehet, hogy olyan ügyeid vannak, amit nem tudsz egyszerűen elengedni, amikor nem vagy az utadon, akkor is fognak ezek az energiák téged támogatni, és pontosan ezért érdemes odafigyelni ezekre a telihold energiákra, mert nagyon is sokat fognak neked segíteni. Itt az idő tovább lépni ebből az állapotból, azt akarja megmutatni, hogyha valami olyan fejfájás vagy migréned van, hát ami egyértelműen azt üzeni, hogy kapcsolódnod kell az önvalódhoz és a segítőidhez. Aztán, ha ízületi gerinc problémáid felerősödnek, mert hát a gyermekkori, a szülőkkel való, a családdal nincs valami rendezve. Jó, valami nézeteltérés. Ha nem tudod megvédeni, szeretni önmagadat, önbizalom hiányodat kell átalakítani. Ha nőgyógyászati dolgaid vannak, akkor a boldogságot, az örömöt nem tudod megélni. Ha gyulladásaid vannak, akkor harcolsz valamivel, vagy valakivel, egy helyzettel, valakivel. Ha gyomor vagy bérrendszeri problémád van, akkor nem tudod elengedni, megemészteni a veled történteket. Jó, beszéltem arról, hogy kapcsolódj a segítőidhez. De kik is a segítők, és miért kerülsz ilyen mélységbe? Hogyha vannak segítők, akkor miért engednek, hogy ilyen mélységbe keveredjünk? Vagy miért kell betegnek lenni? Vagy miért kell, hogy rosszul érezzük magunkat? Minden azért történik, hogy észre kell vegyed, hogy nincs valami jól. Változtatnod kell, mert nem tudod megélni a boldogságot félelmekkel, gátlásokkal, kilátástalansággal vagy tele, és ezzel szembe kell nézned, fel kell ismerned a gyengeségeidet, a hiányodat, az elakadásodat, és ezeket ki kell tisztítani, és ezután meg kell teremteni azt, amit szeretnél megtapasztalni az életedben. És akkor az univerzum a segítségedre jön, és akkor a teremtés az meg fog történni. De a teremtés hogy működik? Hát az pontosan ugyanolyan, mint a Google. Beírod a keresőbe például, hogy sárga esernyőt szeretnél, megnyomod az Entert, elküldöd, lám, keresésednek több megfelelő eredményt is kidob a sárga esernyőre, de figyeld meg, nem ad olyat, hogy lila esernyő, meg kék esernyő, de miért? Mert azt írtad be, hogy sárga esernyő, ő meg erre adott neked választ. Pontosan ugyanígy működik ez veled is, a teremtéseddel, mert te vagy a teremtő. Ha kigondolsz valamit, és te azt igaznak hiszed, majd kiküldöd az univerzumba, ugye a gondolataidon keresztül, az kimegy, és engedelmeskedik neked, és megadja neked azt, amit te kigondoltál, legyen úgy, legyen az jó, vagy legyen az rossz. Bármilyen kívánság. Ha szerencsésnek, képesnek érzed magad a dolgok megvalósítására, és így kiküldöd az univerzumba a gondolataid, akkor ennek megfelelő visszaigazolásokat fogsz kapni, ugyebár. És akkor elégedett leszel, boldog leszel. De hogyha félelmektől gondoltál, vagy félelemből küldtél ki egy üzenetet, úgy se kapom meg, nem nyerem meg, nem kapom meg az állást, és azt igaznak hiszed, kiküldöd, akkor nem fogod megkapni az állást. Aztán, amikor nem kaptad meg, akkor meg annyit mondasz, hogy nem megmondtam, hogy nem fogom megkapni az állást, mert én egy ilyen vagyok, mert én egy ilyen szerencsétlen vagyok. Nem tud az univerzum mást adni, mint amit beírsz a keresődbe. Csak arra válaszol. Ezért mondom mindig a tanulóimnak is, hogy vigyázz, mire gondolsz, mert megteremted.
Mert mindannyian teremtő lények vagyunk, és ebből is már látnod kellene. Jó? Tehát ez a tehetség mindannyiunknak megvan, csak elő kell, hogy hozzad magadból. Jó? Ez te hoztad, ezt neked nem kell tanulni, ezt csak gyakorolni kell. Könnyű, nem könnyű. Nem vagyunk egyformák, hogyha gyakorlod, el tudod sajátítani. Meg kell tanuljunk kitisztítani, fejlődni, felemelkedni. Tudjuk, hogy hol tartunk. Jó, hogy felfedezzük a belső erőnket, elfogadásunkat, szeretetünket, békénket önmagunkkal, másokkal szemben is. Minden gyengességed erővé, a félelmeidet bátorsággá, a határozatlanságodat határozottsággá, a bizonytalanságodat bizonyossággá tudod tenni, mert képes vagy rá, képes vagy felemelkedni és kiállni önmagadért, hogy végre képes legyél irányítani a saját életed, és megtalálni az életutad, az élet célod, ami tele van tudatossággal, képességgel, minden olyan finom energiákkal, amire neked éppen szükséged van. Hogyha most éppen lent vagy érzelmileg, fizikailag, akkor ez az energia abban fog téged segíteni és utat mutatni, hogy a fájdalmaidon keresztül hogyan ébredj fel. Mert tudom, hogyha fáj a fejed, fáj az izmod, fáj a mellkasod, szúrít, ott fáj a végtagjaid, a csontjaid, azt mondod, hogy ez azért van, mert időváltozás van. Nem azért van, mert időváltozás van, hanem azért van, mert ezek az energiák próbálnának neked segíteni a fájdalmon, a nyugtalanságon, a felforduláson keresztül, hogy változtass már. Ahelyett, hogy a teliholdra, vagy az időváltozásra haragudnál inkább, legyél neki hálás, hogy általa megtalálhatod a gyengeségeidet, amiken kell változtatnod. És itt az idő a változásra, a felemelkedésre, hogy megismerd önmagad, hogy ki is vagy te valójában. Tudod-e, hogy te nem ez a test vagy? Te a lélek vagy ebben a testben. Te így tudsz tapasztalni, ha rendelkezel ezzel a fizikai testtel. És ha nem vigyázol rá, akkor nem fogod tudni boldogan, nyugodtan élvezni, és egységben, egészségben élvezni az életed. És hogyha szükséged van ezekre az energiákra, hogy általuk fejlődni tudj, akkor ezt az a teliholdon, az univerzum, a földanya által fogod tudni megkapni. Így tudsz kapcsolódni azzal a rendszerrel, ahonnan te jöttél. Jó? Ezért érkeztél ide, hogy megismerd önmagad, hogy felismerd az élet feladatod, és azt beteljesítsd. Tiszteld, szeresd önmagad és másokat. Tanulj a tanítóitól, akik számodra titkot hordozzák. Mik a titkok? Hát aki által képessé válsz a fejlődésre. Ők azok, akik megértették veled, hogy milyen vagy, vagy lehet, hogy megsértettek, vagy megaláztak, vagy megloptak, vagy megcsaltak. Itt az idő, hogy tanulj azokból a tanításokból. Jó? És ezeket a sérelmeket, a bánatokat, a haragokat is, mindent szépen felismerd, kitisztítsd, aztán feltöltsd új programokkal a rendszeredet, és szép életet élhess, amíg itt vagy ezen a földön tapasztalni, jó? És akkor le tudod tisztázni önmagadba, hogy hova is tartasz, felfele vagy lefele, meddig akarsz még itt tapasztalni, rossz irányba persze, meddig akarsz benne lenni a slamasztikába, hány évig, hány évtizedig. Én szerintem elég volt már, fel kell állni és elkezdeni az úton haladni. Ez a test nem örök életű, nincsen sok időd, hogy mindent helyre tegyél és élvezni is tudj mindent. Ez az élet egy szempillantás alatt véget ér, hogyha nem figyel az ember. A telihold idején pedig ugyanolyan tevékenységeket lehet csinálni, amik téged fölemelnek, hogyha magadhoz közelebb akarsz kerülni, akkor csendesedj el, töltsél több időt például a konyhában, sütéssel, főzéssel, ha művész lélek vagy, akkor alkossál, fessél, segíthetsz másoknak, vagy táncoljál, vagy jogázzál, bármi, ami a feszültséget, a fájdalmat, a sérüléseket
ki tudja oldani. Vagy pedig, ha elakadtál és támogatásra van szükséged, szeretettel várlak privát önfejlesztő csoportomban a Facebookon, vagy a személyes online blogoldásaimon, vagy konzultációimon. Ezek mind személyre szabottan, nagyon-nagyon szépen tudnak segíteni, és teljesen figyelemmel rátszabva, és az elérhetőségeimet megadom a videó alatti leírásban, és el tudsz engem érni. Jó, hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkkal és egy megosztással tudod megköszönni. Hogyha szeretnél több tartalmat, akkor fel tudsz iratkozni a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem ebben a videóban. Találkozunk a következő videómban, akkor is szeretettel várlak, és nagyon-nagyon hasznos teremtést kívánok.